Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, főleg az érettségi előtt álló diákokat. Prilné Csordás Sille vagyok, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumának magyar történelem szakos tanára. Mosom kezeimet. Ez nem csak a járvány megelőzésére szolgáló felhívás, amit szeretnék követni, hanem a Bibliából származó kifejezés, amit annak idején Poncius Pilátus mondott, mikor Jézust keresztre feszítették. Azaz, a felelősségtől szeretném elhárítani magamat. De nézzük, miről is lesz ma szó, a Bibliáról. Tudtátok, hogy a Bibliában még olyan kifejezések, olyan szállóigék, vagy közmondások is előfordulnak, mint például mások szemében a szákát, maga szemében a gerendát, vagy sorolhatnám, például utolsóból lesz az első. A Biblia ott van a mindennapjainkban, és tulajdonképpen ismerete az alapvető emberi műveltség része. Miről is kellene beszélni, hogyha a Biblia a feladatotok érettségi vizsgán? Sajnos abban a hibába esik nagyon sok diák, hogy mindent szeretne elmondani. Én is megpróbálom számotokra megmutatni, hogy a Bibliának milyen fontos jellegzetességei vannak, de azt javaslom számotokra, hogy ilyenkor a Biblia általános bevezetése után ragadjatok ki, tehát mutassatok be néhány fontosabb bibliai történetet, és azt próbáljátok boncolgatni. Nos, tehát mit is látunk? A Biblia eredetileg görög szó, biblos szóból származik, jelentése könyvek, ez a könyvek könyve, azaz a szentírás. Hogy hol keletkezett és mikor keletkezett a Biblia, ezt pontosan nem tudjuk, ugyanis különböző helyen, különböző emberek, különböző időben éltek. Azt tudjuk körülbelül, hogy Krisztus előtti 1500 és Krisztus utáni 100-150 körül írták a Biblia könyveit, de hogy mi került bele a Bibliába, az majd a kanonizáció során fog kiderülni. Miből is áll a Biblia? Tulajdonképpen két részből áll. A két részből a nagyobbik rész tulajdonképpen az Ószövetség. Miről szól az Ószövetség? Tulajdonképpen a zsidóság szent könyve, az emberiség teremtéséről, a zsidóság történetéről szól, és arról a szövetségről, amit Isten Ábrahám ősatyával fog majd megkötni, és természetesen az új szövetség ennek megfelelően pedig már egy sokkal kibővített szövetségről, Isten és az emberiség közötti szövetségről szól. Jézus életéről, tanításairól, illetve a kereszténység első századairól. Az előbb említettem a kanonizációt. Biztosan elgondolkoztatok, mikor erről beszéltem, hogy vajon mit jelenthet ez. A kánon szó zsinórmértéket jelent, tulajdonképpen az a mérce, hogy mi az, ami bekerülhet a Bibliába. Tulajdonképpen a hit szabályait fogják majd alkalmazni, az Istentől ihletett iratok gyűjteménye kerülhetett be a Bibliába, körülbelül 400 körül, viszont lesznek olyan iratok is, amelyek kimaradtak a Bibliából, ezeket az iratokat hívjuk apokrif iratoknak, mint például Júdás könyve. Nézzük a Biblia könyveit. Láthatjátok, hogy a könyvek közül Mózes első 5 könyve a legfontosabb. Ezt hívják a zsidók Tórának. A próféták könyve, királyok könyve, krónika könyve, zsoltárok, példabeszédek, énekek éneke, próféták könyvei, csak néhány példa abból a sok-sok könyvből, ami az Ószövetségben található. Az Újszövetség könyvei közé tartozik Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, az apostolok cselekedetei, az apostolok levelei és a jelenések könyve. Természetesen majd egy picit részletesebben is fogok erről beszélni. Miről lehet még szó általában, hogyha a Biblia a feladatotok? Természetesen a Biblia nyelvét is érdemes megemlítenetek. Az Ószövetség nyelve klasszikus héber, illetve néhány könyv arámi. Volt egy kísérlet arra, illetve meg is valósították, hogy görög nyelvre fordítsák le az Ószövetséget, ezt hívták Septuagintának. Egy olyan legenda szól erről, hogy állítólag 70 görög bölcs egymástól függetlenül ugyanolyan módon fordította le az Ószövetséget, hogy ebből mi igaz, mi nem, ezt már nem tudjuk. A Bibliának az újszövetségi része görögül keletkezett, természetesen ezt majd a későbbiek folyamán lefordítják, Hieronymus, azaz Szent Jeromos fogja lefordítani 400 körül, és ezt hívjuk Vulgátának.
magyar nyelvre 1541-ben Szilveszter János fogja lefordítani az Új Szövetséget, de a teljes Bibliát majd 1590-ben Károli Gáspár Vizsolyban, ez az első protestáns Biblia, és megszületik néhány évvel később 1626-ban Kádi György katolikus Biblia fordítása is. De hát mind a zsidóság, mind a kereszténység egyisten hívő, tehát monoteista. Az Ószövetség, ahogy már említettem, a világ teremtéséről és a zsidó nép történetéről szól. Említettem már Ábrahámot, akinek a fia Izsák, az övé pedig Jákob. Jákobtól származik az a 12 törzs, akikből tulajdonképpen a zsidó állam majd létrejön. Nem véletlen, hogy Jákobot a Bibliában Izraelnek is nevezik. Ezt a szövetséget Mózessel fogja megerősíteni Isten, aki a zsidó népet kivezeti majd Egyiptomból, hogy a megígért földet, tehát az ígéret földjét Kánaánt adja át nekik. Ahogy említettem, az Ószövetség első öt része tulajdonképpen Mózes első öt könyve, ez a Tóra, tehát a tanítás. Tehát benne található Ádám és Éva története, amely az eredendő bűnről szól, Káin és Ábel története, amely a testvérgyilkosságról, Noéról és az özönvízről, vagy ahogy a következő diában is látjuk, Bábel tornyából. De ennek a története tulajdonképpen annyi, hogy az emberek akkora tornyot szerettek volna építeni, hogy feljussanak egészen az égig, és talán találkozhatnak majd Istennel is. Isten azonban összezavarta a nyelvüket, és ebből adódik, hogy manapság olyan sokféle nyelvet beszélünk a világon. Nézzük az Ószövetség további részét. Mózes második könyve az Exodus, azaz kivonulás Egyiptomból, mégpedig Mózes vezetésével. Mózes, akinek Isten égő csipkebokor alakjában jelenik meg, azzal bízza meg őt, Mózest, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból. Természetesen ez nem megy annyira nagyon egyszerűen, a fáraó nem nagyon szeretné, hogy a zsidó nép elhagyja Egyiptomot, hiszen ők azok, akik a legfontosabb munkálatokat végezték, mint szolgák, ezért Isten csapásokat fog majd mérni az egyiptomiakra, ez lesz az úgynevezett egyiptomi 10 csapás. Aztán, amikor az elsőszülöttek meghalnak, persze csak az egyiptomiaké, akkor utána a fáraó elengedi a zsidó népet, és ketté válik a Vörös-tenger, így tudja átvezetni a zsidóságot Mózes a sínai félszigetre, vándorolni fognak a pusztában, és amikor vándorolnak a pusztában, akkor két kőtáblával ajándékozza meg majd a Mózest, illetve a zsidókat Isten, ami természetesen a 10 parancsolatot tartalmazza. Ez a 10 parancsolat, amelyet most látni fogtok, tulajdonképpen a mindennapjainkat is meghatározza. Az első három az Úr, és tehát Isten és az emberek közötti tevékenységet szabályozza, mint például uradat Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Isten nevét hiába neved. Az Úr napját szenteld meg. Az utána következő részek az emberek közötti kapcsolatokat szabályozza, és azt gondolom, hogy ezek a szabályozások a mai napig is érvényesek lettek, vagy érvényesek. Például atyádat és anyádat tiszteld, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Fele barátod házastársát ne kívánd, mások tulajdonát ne kívánd. Hogyha tovább megyünk a zsidóság történetében, akkor a következő nagyobb etap tulajdonképpen Dávid király időszaka, ami, ha történelmi szempontból vizsgáljuk, akkor ez Krisztus előtti 10. században történt. Dávid volt az, aki legyőzte a filiszteusok egyik nagy óriását, Góliátot. Ő volt az, akinek a zsoltárokat tulajdonítjuk. Az ő fia volt Salamon, akit Bölcs Salamonnak is szoktunk nevezni. Ő lesz az, aki megépíti a templomot Jeruzsálemben, mégpedig a Frigyládának. Biztos nagyon sokat gondolkodtatok azon, hogy vajon mi lehet a Frigyládában, ami olyan nagy kincs a zsidóság számára, tulajdonképpen a két kőtáblát tartalmazta a Frigyláda.
Salamonnak is tulajdonítunk néhány írást a Bibliában, mégpedig a példabeszédeket és Prédikátor könyvét, ahol bölcsességeket oszt meg velünk emberekkel. Salamon halála után viszont ketté válik az ország, méghozzá Izraelre és Júdára. És ezt követően folyamatosan támadások érik a zsidókat, mégpedig az asszírok, a babiloniak és a perzsák. Természetesen ezután a zsidók diaszpórájáról beszélhetünk, deportálásokról, ami egy borzasztó időszak lehetett az ő történetükben, és ekkor bontakozik ki, ekkor lesz a próféták kora. A prófétákkal kapcsolatban meg kell, hogy említsük, hogy ők az Úr küldöttei, szószólói, ahogy látjátok, látomásokban tudják meg, hogy vajon az Úr milyen feladattal bízta meg őket. Négy nagy proféta van, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel. No most nem a nagyságuk miatt voltak nagyok, hanem elsősorban azért, mert sokkal hosszabb írásaik voltak, mint a 12 kis prófétának, akik megint csak nem apró termetük miatt voltak kicsik, hanem azért, mert rövidebb írásokat közöltek. A 12 kis próféta közül szeretném megemlíteni Jónást. Érdemes egyébként, amikor érettségiztek, ezt a szövegrészt feldolgoznatok, ezt a szövegrészt bemutatnotok, és nézzük, hogy miről is szól Jónás története. Jónás megbízta az Úr, hogy menjen el Ninivébe. Jónás azonban úgy gondolta, hogy nem szeretné ezt a feladatot teljesíteni, hanem elmegy Tarzizba, tehát ahogy látjátok, egy teljesen másik irányba. Igen, nem csak, hogy viharba keveredik a hajó, mindenki Istenéhez imádkozik, egyedül Jónás nem. Tehát innentől kiderül, hogy ő bizony saját ura elől fut, Isten elől fut. Mit tesznek az emberek? Kidobják a tengerbe. Ekkor elcsendesül a vihar, viszont Jónás nem pusztul el, hanem egy szethal elnyeli. Jónás gondolkodni kezd, 3 nap és 3 éjjel van a szethal gyomrában, és ekkor arra gondol, hogy mégsem lett volna szabad Isten ellen cselekednie. Isten megkegyelmez neki, partra veti a cethal, és mégiscsak elmegy Ninivébe, és elmondja az embereknek, hogy ha nem térnek meg, akkor bizony 40 nap múlva elpusztul a városuk. A város azonban nem fog elpusztulni 40 nap múlva, és nem is fogja érteni Jónás, hogy miért nem történik így. Ahogy az előző képen is láttuk, Jónás fölé Isten egy tököt növeszt. A töknek a levelei árnyékot adnak neki, viszont néhány nap múlva elszárad. Borzasztóan mérges lesz Jónás, hiszen ezt követően teljesen kitikkad, kiszárad a sivatagban. Ezek után, miután nem pusztult el a város, Isten egy példázattal szeretné Jónás számára érzékeltetni azt, hogy te szánod a tököt, én pedig ne szánjam Ninivét. Tehát Jónásnak nincs joga ítélkezni, az ő feladata az, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy nem jól élnek, bűnösen élnek. Ninive lakói azonban megbánták a tettüket, megbánták bűnüket, és Isten megkegyelmezett nekik. Ugyanis Isten annyira szereti az embereket, hogy nem pusztítja el őket. Hogyha a világirodalomban kitekinthetünk, akkor elmondhatjátok majd azt is, hogy Babits Mihálynak is volt egy hasonló című műve, nála viszont az emberek nem térnek meg, mégsem fogja őket elpusztítani Isten. Ezek után az Új Szövetségről szeretnék nektek beszélni, amely a keresztények szent könyve. A keresztények az Ószövetséget is, és az Új Szövetséget is elismerik, viszont a zsidóság azért nem ismeri el az Új Szövetséget, mert nyilván az Jézusról is szól, és Jézus a megígért megváltó a keresztények szerint, aki kereszthalálával megváltotta az emberiséget a bűneitől, majd harmadnapra feltámadt. Nyilván a zsidóság ebben nem hisz, hiszen ők maguk voltak azok, akik keresztre feszítették Jézust. Az Új Szövetség részeiről már beszéltem, nézzünk be néhányba. Az első legfontosabb rész, illetve négy rész, a négy evangélium,
Mit is jelent ez az evangélium? Az evangélium jó hírt, örömhírt jelent. Mi is ez a jó hír? Az, hogy megszületett a megváltó. Beteljesült a próféták jóslata. És ezek után az Új Szövetségben Máté, Márk, Lukács és János Jézus életéről, tanításairól fog elsősorban írni, viszont hasonlóan fog írni Jézusról Máté, Márk és Lukács, ezért őket szinoptikusoknak, vagyis együttlátóknak nevezzük, János inkább Jézus isteni eredetét szeretné hangsúlyozni. Vajon mit jelent Jézus neve? Jézus azt jelenti Jahve, a segítség. A Krisztus név a görög Krisztos névből származik, ami héberül messiás, magyarul fölkentet jelent. Most biztosan megdöbbentetek, hogy mit jelent az, hogy fölkent. Annak idején nem koronázták a királyokat az ókorban, hanem olajjal kenték fel, és ez egy szertartás része volt, tehát ő is tulajdonképpen mint egy rabbi, tehát úgy működött. Jézusról bizonyára mindenki tudja, hogy Betlehemben született, Mária, a katolikusok számára Szűz Mária és József, azaz Szent József gyermekeként. Gyermekkorát Galilai tartományban, mégpedig Názáretben töltötte, ezért hívják őt Názáretinek. Nézzük, hogy milyen cselekedetei, tanításai voltak. Az első csodája a kánai menyegző volt, amikor a vizet borrá változtatta. Betegeket gyógyított, vizen járt, csodálatos hal- és kenyérszaporításban vagy halfogásban volt része, több ezer embert megvendégelt, lecsendesítette a vihart, halottakat támasztott fel, tehát valóban karizmatikus személyiség volt. Illetve még ma is az. Nézzük a tanításait. Tanításait 30 éves kora körül kezdte meg, és ez egy 3 éves működés tevékenység volt. A legnevezetesebb ezek közül a hegyi beszéd volt, és néhányat szeretnék ebből bemutatni. Például a szeretetről, a fele barátok szeretetéről. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeress fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Ez volt a zsidókra vonatkozó szabályozás, tehát amit a zsidók az Ószövetségben leírtak. Nézzük, hogyan változtatja ezt meg Jézus. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Vagy mások megítéléséről azt írja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Aztán tovább, az erőszakmentességről. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek. Itt a zsidóságra kell gondolnunk, tehát ami az Ószövetségben megfogalmazott elv volt, ez történelemből úgy tanultuk, hogy ez az úgynevezett talió elv, szemet szemért, fogad fogért. Nézzük, hogy változtatja ezt meg Jézus. Én pedig azt mondom nektek, aki arculut téged jobb felől, fordítsd oda néki a bal orcádat is. Érdemes megemlíteni, amikor érettségiztek a 8 boldogságot is. Például, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorúak, mert megvigasztalják őket. És az előzőekben, Jónás történeténél beszéltünk a megbocsátásról, hogy Isten megbocsátja a Ninive lakóinak bűneit. A megbocsátásról azt írja Jézus, ha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy parabolát, azaz egy példázatot bemutatni, mégpedig a tékozló fiúról. Természetesen több példázat is megfigyelhető a Bibliában, én ezt választottam. Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához. Apám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre az apa kiadta a fiúnak a ráeső vagyont. Ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni.
örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor a fiú magába szállt. Apám házában, a sok napszábos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz, és megvallom. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csak ugyan útra kelt, és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt. Apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hízlalborjút, és vágjátok le. Együnk, és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú közben kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót, a táncot, és szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, hogy egészségben előkerült, felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte, de ő szemére vetette az apjának. Látod? Én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy együtt mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolt, a hízlalborjút vágattál le neki? Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. S illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt. Elveszett és megkerült. A tékozló fiú példázata az emberről szól, aki Isten helyett mindenféle más utakat választ. Ezek azonban csak rövid ideig adhatnak számára örömöt. Amikor felismeri azt, hogy rossz úton jár, és változtatni akar, akkor visszatérhet Istenhez. A példázat arról is szól, hogy Isten olyan, mint a szerető szülő. Mindig örömmel és szeretettel fogadja az embert. A Biblia megtérésnek nevezi azt, amikor valaki belátja hibáit, és újra Istenhez fordul. Ez a parabola tehát a tékozló fiúról háromféle magatartástípust mutat be. A háromféle magatartás közül az első a tékozló fiú, a megtévedt ember, aki képes még belátni a bűnt is, és bocsánatot kér. Az apa, aki képes megbocsátani és visszafogadni. Nyilván magát az urat, tehát Istent jelképezi. Az idősebb fiú pedig képes volt ugyan helyesen élni, de nem képes az elfogadásra, a megbocsátásra. A Biblia további része Jézus szenvedéséről és haláláról is szól, amit passiónak nevezünk. Most, hogy hamarosan itt van húsvét, nyilván ez egyre inkább aktuálissá válik. Én viszont nem a passióról és nem Jézus történetéről szeretnék beszélni, hanem csak felvillantani néhány fontos dolgot, ami ezzel kapcsolatos, mint például az utolsó vacsora, amit a Leonardo da Vinci képen is láttok, Júdás árulása, vagy a főpapok előtt elé állított Jézust, akit megvernek, ostoroznak, bántanak, aztán maga a keresztre feszítés. Miért is kellett keresztre feszíteni Jézust? A zsidók, ők egy harcos messiást várnak, aki majd fel fogja őket szabadítani az idegen uralom alól. Ők nem egy olyan messiást várnak, aki azt mondja, hogy nem a szemed szemért és fogad fogért elvet kell vallani, hanem ha megütnek egyik arcodon, akkor tartsod a másikat. Nem tudnak mit kezdeni ezzel a fajta magatartással. Nézzük, mi történik Jézussal. 33 éves korában Júdea helytartója, Poncius Pilátus keresztre fogja feszítetni a zsidó főpapok és a zsidóság követelésére.
Biztosan emlékeztek rá, hogy volt rá lehetőség, hogy húsvétkor szabadon bocsássák Jézust, és emlékeztek rá bizonyára, hogy nem Jézust, hanem Barabást, a rablógyilkost fogják elengedni. Ekkor történik meg az a motívum, amelyről én beszéltem nektek az egész előadás elején, mosom kezeimet. Ekkor hangzik el Pilátus szájából, amikor azt mondja, hogy a felelősséget elhárítom másra, elhárítom a zsidókra, mert ő úgy gondolta, hogy nem bűnös Jézus, mégis ezt a követelést, tehát a zsidóságnak ezt a követelését kellett teljesítenie. A sors fintora, hogy Jézus keresztjére egy olyan felirat kerül, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ami azt jelenti názáreti Jézus, a zsidók királya. Hol kell meghalnia? A Golgotán, vagyis a koponyák helyén. Munkácsi képeiből, trilógiájából láthatjátok Jézus halálának legfontosabb stációit. És végezetül az apostolok cselekedeteiről és leveleiről szeretnék beszélni. Tulajdonképpen az apostolok cselekedetei az ókeresztény egyház történetét fogja feldolgozni, közülük én Sault, illetve pontosabban Szent Pált fogom majd kiemelni. Saul egyébként keresztény üldöző volt, és azt a feladatot kapta, hogy Damaszkuszba kell, hogy menjen, és az ottani keresztényeket kell, hogy elpusztítsa. Viszont megjelenik számára a damaszkuszi úton Jézus, és megtér. És ő, aki eddig keresztény üldöző volt, most a keresztény hit terjesztőjévé válik, ezt nevezzük Pálfordulásnak. Tulajdonképpen Saul után már Pálként nevezteti magát, és ő abban különbözik a többi apostoltól, hogy nem csak a zsidó körében fogja terjeszteni a kereszténységet, hanem a pogányok között, az evangélium így mindenkié lesz. Hogyan fogja tudni tartani a kapcsolatot a keresztény közösségekkel? Lehet látni, hogy ő rendkívül sokat fog majd utazni. Itt Szent Pál útjait látjátok, illetve levelek útján fogja tartani a kapcsolatot. És a levelek közül én egyet szeretnék veletek megosztani, mégpedig a szeretett himnuszt, amely az egyik leghíresebb és legszebb. Szólják már emberek, vagy angyalok nyelvén. Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profitáló tehetségem. Ismerjen bár az összes titkokat, és minden tudományt. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek, és vessem oda testem, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáit, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. Mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb, a szeretet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és sikeres érettségi vizsgát kívánok minden érettségizőnek.